Állj meg! Késtél. Késtem. Mandy, mi a baj? Nem késtünk. 30 másodperc nem számít késésnek. Most új szabályok vannak a suliban. Még egy másodperc is késésnek számít. Miről beszélsz? Hadd tippeljek, ezek a te szabályaid? Hú, de okos vagy. Többé nem tudod majd kirúzsozni az ajkaidat a mosdóban. Mandy, nem látod, hogy nincsenek is kifestve az ajkaim? Ma még a mosdóban sem voltunk. Ez nem az én problémám. Akkor korábban kell jönnötök a suliba. Mandy, tudod mit? Te vagy! Amina, ne! Gyerünk, lányok, nem akarunk problémákat. Gyerünk, menjünk, hányni fogok. Srácok, maradjatok csendben, Max tanárúra nem találkozhatunk. Ebben a hónapban már elég sokat sétáltunk. Igen, srácok, most nem futhatunk össze vele, mert tuti, hogy beköp a szüleinek. Te csak maradj csendben a gördeszkáddal. Oké. Állj meg, Ponka, elkéstél. És akkor mi van? És akkor mi van? Ebből baj lesz? Ó, ne, annyira félek. Nézd, ahogy remegnek a térdeim. Bubble, mi a fenért késtél? Mi az? Én. Folyton késel. Mandy, mi lenne, hogyha megegyeznénk? Nem vacakolok tovább veled. Vissza az osztályba. Fekete listára tettelek. Oj. Srácok, ezt is látjátok? Istenem! Mit keres egy ilyen szépség a sulinkban? Lehet, hogy újonc. Srácok, ő tuti, hogy az enyém lesz. Dance, megörültél, ő az enyém. Miért is? Ja, miért is? Elfelejtetted? Gondjaink vannak Angie-vel, bosszút kell állnom rajta. Puzzle, elegünk van az Angie-ből. Oké, srácok, figyeljetek. Állj meg, ő az enyém. Állj csak, ma rajtam a sor. Hé, hogy is hívnak? Hívhatlak babának? Ha randizni szeretnél, akkor csak mosolyogj. Hé, szépségem, fordulj csak meg. A suli legmenőbb srácával beszélgethetsz. Köszönöm a dicséretet, fiúk. Tudom, hogy szépség vagyok, de te nem vagy az esetem. Sajnos. Valójában van már barátom a suliban. Mi? Az új lány szinte még be se iratkozott a suliba, és már is van barátja. Ha, biztos vagyok benne, hogy a barátodnak nincs ami nekem. Egy centje. Remélem, hogy a barátod neve nem Hulk. Nem számít, a barátja nem egy szekrény. Tovább fog állni. Dance, megmondtad. Meglátjuk, hogyan fogod továbbállítani Max tanár urat. Mi? Max tanár úr? Ő a barátod. Igen, jól értetted. Max tanár úr a barátom, mától én vagyok a jóga tanár. Jóga? Ó, srácok, a fenébe ezzel a hülyeséggel. Amit sem fogjuk ezt csinálni. Gyerünk, srácok, menjünk az órára. Ebből elég volt. Érdemes átgondolnotok, mivel a legszebb lányok járnak az óráimra. Oké, majd átgondoljuk. Mindenkit fekete listára teszek, hogy tudják, kitől kell félni. Hulk, siess már! Álljatok meg! Camille és Hulk, ti szoktatok a legtöbbet késni. Ment, ugyan, hagyd már. Nem olyan nagy gond, hogy késünk egy kicsit. Igen, tényleg, mintha te sosem késtél volna. Mindenki késik a suliból. Sosem szoktam késni. Mindenkinél korábban jövök, és mindenkinél később megyek el. Ó, igen, majdnem elfelejtettük, te vagy a mi szeretett adminisztrátorunk. Szóval, adminisztrátor hölgy, mehetünk? Mivel ti ketten késtek a legtöbbet, fekete listára kell tegyelek, és szólnom kell Max tanár úrnak. De... Mi de? Megegyezhetünk, és úgy teszek, mintha nem láttalak volna titeket. Rendben, kössünk alkut. Mit kell csinálnunk? Hulk, nem érdekelsz. De te, Camille, olyan népszerű blogger vagy, készítsünk egy TikTokot, amilyet én akarok. Akkor ne felejtsd el megemlíteni a TikTokomat. Hajrá! Rendben van, Mandy, csináljunk gyorsan egy TikTok videót. Hé, mit nézel? Hulk, cseréljünk helyet! Te az enyémen, én a tiéden. Bubble, te megőrültél. Öff! Csak közelebb akarok ülni Ponkához. Nem fogok hátraülni, ahol a lúzerek ülnek, érted? Kicsinyes vagy.
Ó, elkéstünk! Lányok, mi a baj? Miért késtek már megint? Kértem, hogy most az egyszer időben érkezzetek. Elnézést, Max tanár úr! Többé nem fog előfordulni. Tényleg, nektek miért kell mindig késni? Kövessétek a mi példánkat, mi voltunk itt elsőnek. Igen, elsők! Ó, valójában mindig elkésel, szóval ne vágj fel Max tanár úr előtt. Lányok, remélem most utoljára késtetek, vagy tudjátok, mi vár rátok. Üljetek a helyetekre. Köszönöm, Max tanár úr! Ön a legjobb! Sziasztok! Angie, tényleg összetörte puzzle tegnap a telefonodat? Igen, Dylan ajándéka volt. Hülye, hogy összetöri mások dolgait? Na, gazdag fiú, amikor a gimiben a folyosón sétálsz, tartsd nyitva a szemed, hát ha történik valami. Ember, én egy kicsit se parázok tőled, apámnak jó kapcsolatai vannak, úgyhogy úgy vigyázz, hova lépsz. Tartsd nyitva a szemed. Kamil, miért késel már megint? Max tanár úr, Kamil nem késik, csak megkértem, hogy segítsen a menetrendben. Mi? Nem értem, miféle menetrendben? Oké, világos. Jó munkát végeztél, Kamil. Leülhetsz a helyedre. Szóval, srácok, elegem van, hogy folyton késtek. Mikor fog ez megváltozni? Max tanár úr, tudom, mit kell tennünk, hogy a tinik ne késsenek el mindig. Minden, amire szükség van. Igen, Mandy, mindig a te javaslataid a legjobbak. Hallgatlak. Három dolgot kell tanítanunk. Először is, órákig sminkelni a mosdóban. Másodszor, mindig a kávézóban lógni. És a harmadik legfontosabb, be kell tiltani minden kapcsolatot a suliban. Minden kapcsolatot? Betiltani a kapcsolatokat? Egyetértek. Szia! Keti vagyok, az új jógatanárotok, és Max tanár úr barátnője. Keti, mit keresel itt? Milyen tanár? És igazából tilos suliban kapcsolatot létesíteni. Miért? Azért, mert! Gyerünk, menj innen, elmagyarázok mindent. Egy óra múlva várok mindenkit a próbaórára. Ő lesz a jógatanárnő. Hát de Max tanár úr barátnője. Max, el tudnád magyarázni, hogy mégis mi történik? Keti, értem, hogy egy pár vagyunk, de most el kell rejtenünk a kapcsolatunkat. Nem kell mindenkinek elmondanod, hogy egy pár vagyunk. Légy szíves! Szígyelsz engem? Mire célzol? Nem, persze, hogy nem. De a suliban új szabályok vannak, és mindenféle kapcsolatot tilos fenntartani, és ez ránk is vonatkozik. Max, te miről beszélsz? Nem vagyunk tinédzserek. Miért van szükségünk szabályokra? Igen, nem vagyunk tinédzserek, de példát kell nekik mutatnunk, különben elcsúszik minden. Max, nem fogom ezt a hülyeséget hallgatni. Fél óra múlva órám van, megyek és előkészülök rá. Mellesleg neked sem ártana eljönnöd, mert olyan vagy, mint egy farönk. Ez már kibírhatatlan. Mi? Nem vagyok farönk. Igazából egész hajlékony vagyok. Szóval, srácok, üdvözöllek titeket az első próbaórán. Biztosan tetszeni fog. Kezdjük a bemelegítéssel. Angie, gyerünk, kérdezz! Kéti tanárnő, lenne egy kérdésem. Valójában nem szeretem, ha kérdéseket tesznek fel az órán, de most először kivételt teszek, kérdezz. Gyerünk! Hogyan csókol Max tanár úr? Nagyon is jól! És most állj fel, és végezd el a bemelegítést. A lábak vál szélességre egymástól. Törzskörzés... Ó, srácok, elkezdődött az óra. Elképesztő. Srácok, hadd nézzem már. Állj csak meg, Bubble, hova mész? Jógázni. Jógázni? Menthetetlen vagy. Sajátos érdekekből. Legyen. Szép lányok vannak a suliban. Igen, nézd meg Angie ruháját. Megörültél? Nem erülszed az én Angie-met bámulni. Oké, oké, akkor majd Dianát bámulom. És én kit bámuljak? Bírod Bubble-t. Ó,
nem számítottam arra, hogy fiúk is jönnek az órámra. Oké, ki kell nyújtanunk a hátunkat. Hajoljunk szépen le, hogy ne sérüljünk meg. Istenem! Basta, ez nem lehet. Figyelj, Kamil, már régóta kellett volna jóga órákat tartani ebbe a suliba. Nem tudom, ez hülyeség. Lányok, gyakrabban kell jógáznotok! Igen, azt akarom, hogy olyan legyen az alakom, mint Keti tanárnőé. Ezt egy kicsit tényleg túltolta. Mi a fenét csinálok? Bob, az én bébimet videózod? Nem. Akkor kit? Hát, Punkát. Vigyázz magadra, Bubble. Nem merészelt levideózni Angie-t és D-Baby-t. Megértetted? Igen, megértettem. Oké, mára ennyi. Köszönöm mindenkinek, nagyszerű munkát végeztetek. Holnap várok mindenkit a megbeszélt időpontban. Oké, oké, srácok, jönnek viszonlás. Lányok, ez volt a legmenőbb óra. Igen, tetszett. Jól néz ki. Istenem, Angie nagyon klassz. Baba, elnézést. Engem videóztál? Nem, nem, nincs rá szükség. Ha megtudom, hogy filmre vettél, halott ember vagy. Megértetted? Értem, értem. Ó, lúzerek. Sok mindenről lemaradtatok. Egy lúzer vagy. Jó kilátásunk volt innen. Olyan szépen kinyújtottam a lábam. Jaj, ez fáj. Diana, mi történt? A jóga órán kificamodott a bokám. Srácok, segítsetek már! Én is! Srácok, segítség! Gyere, segítek! Ez fáj! Óvatosan, óvatosan. Még egy kicsit? Jó, leülhetsz. Itt fáj? Nem. Itt? Nem. Itt? Hülye vagy? A másik irányban! Itt? Jaj, fáj! Ajaj, ez törésnek tűnik. És most mit csináljak? Hogyan fogok jóga órákra menni? A barátaim jönnek már a segítséggel. Menjünk, segítek elmenni az orvoshoz, aztán kitaláljuk. Gyerünk! Gyerünk! Gól! Ez az! Szóval, Kamil, nagyon klassz volt a mai jóga óra. Mindig menni fogok ezekre. Hogy őszinte legyek, nekem nem tetszett, és azt hiszem többet nem fogok menni. Hogy érted? Mi lesz Milanával? Egyedül fog oda járni? Úgy tűnik egyedül, nem hallottad? Max tanár úr azt mondta, hogy minden kapcsolat a suliban tilos. Ez azt jelenti, hogy a pároknak külön kell menniük. Szóval ez van, nincs mit tenni. A szabály a szabály. Nem tudom, hogy mi van veled, Kamil, de én jógázni fogok. Mert D-baba és Angie-baba ott hordják a szép ruháikat, csak nekem öltöznek ki. Hulk, neked el kell végre döntened, hogy kit szeretsz jobban. D-babát vagy Angie-babát? Még gondolkodom. Kamil, beszélnünk kell. Milana, mit csinálsz? Távol kéne maradnunk egymástól, nem emlékszel? Max tanár úr megtiltotta a kapcsolatokat a suliban. Nem érdekel, mit mondott Max tanár úr, beszélnünk kell. Kamil, Mandy megint zaklatott? Oké, értem, menjünk és beszéljük meg, jó? Hulk, szia, megcsináltam a matek házidat, itt van. Ó, Ponka, köszi, nagyon köszönöm. Nagyon klassz, hogy ilyen okos vagy. Figyelj, meg tudod csinálni a kémia házi feladatomat is? Természetesen igen, mivel csak azoknak csinálom meg a háziukat, akiket kedvelek, és téged kedvellek. Ó, klassz. Akkor megbeszéltük. Hulk, csak azt akartam mondani... Kamil, nem értem, mi ez? TikTok. Ezt látom. Miért csináltad úgy Mandyvel, mintha legjobb barátok lennétek? Barátok vagytok? Nem, nem vagyunk. Milana, miről beszélsz? Valójában Hulk és én elkéstünk az óráról, és Mandy elkapott minket. Ennyi történt. És aztán? Ezért azt mondta, hogy ha készítek vele egy TikTok videót az általa választott hanggal, nem fogja elmondani Max tanár úrnak, hogy késtem. Szóval megcsináltam, hogy ne legyen belőle bajom. Ennyi. Nem hiszünk neked. Figyeljetek, ha nem hisztek nekem, kérdezzétek meg nyugodtan Hulkot. Ő ott volt mindig, ő a tanúm. Mindjárt megkérdezzük tőle. Srácok, írjátok meg kommentben, hogy Milana higgyen nekem. Lájkold ezt a videót, és iratkozz fel a csatornára, és várd az új részeket. Addig is, sziasztok, mennem kell.